A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hogy zajlik a napi élet? Milyen programok várnak a gyógykezeltekre, amivel próbálják őket visszahozni a valós világba? Mint említettem, az IMEI egyébként kórház. Tagja vagyunk a Kórház Szövetségnek is. Tehát, mint kórház, úgy működünk első menetben, mint minden kórház. Ugyanúgy van ébresztő, van vizit, vannak különböző kezelések, akár intézeten belül, akár ha valakit külkórházba kell kivinni, vagy külső kezelésre intézeten kívül, megvan az étkezés, reggelibe vacsora, megvan a tévénézés, és megvan a takarodó, hogy így mondjam, tehát villanyoltás. Tehát ez az egészségügyi része. Az IMEI, amikor megkezdte a működését, akkor rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a munkaterápiás foglalkoztatásra. És ez a továbbiakban is így volt, illetve az utóbbi 30 évet mondom, ezt sikerült egy még magasabb szintre fejlesztenünk, és itt tulajdonképpen a pszichopedagógiai osztálynak a dolgozóit kell, a vezetést és a dolgozóit megdicsérnem, hisz azért a programok szervezéséért 90%-ban ők a felelősek. Milyen programok? Ugye egy átlagos bébi intézetben szóba se jött, hogy nők, férfiak ugye találkoznak, sőt, ugye gyakorlatilag a végrehajtása külön intézetek vannak kijelölve, illetve a előzetes letartóztatás van, akkor ugye hát ez komoly hát elköntés van. Ezért körülbelül olyan, ez így volt nálunk is. És ugye az volt a nők, férfiak közötti találkozás lehetőség, hogyha a nagy sétadón a férfiak sétáltak, a nők a földszinten elhelyeznek, akkor az ablak rácsába kapaszkodtak, beszélgettek 5 percet, hogy jött az ápoló, elzavarta a férfiakat megint, és akkor egyszer úgy döntöttünk, hogy hát szüntessük meg ez az ápoló. Miért nem lehetne közös program nők, férfiak? Ezek nem elítéltek. Ezek betegek. És attól kezdve elkezdtük szervezni a közös programokat, attól kezdve megszűntek ezek a rácsa kapaszkodások, hisz nagyon jól tudta akár a férfi, akár a nő, hogy az ő választottjával, vagy szimpatikus, hát betegtársával fog találkozni akár a hétfői diszkóban, hisz minden hétfőn diszkó van nők férfiaknak, zenével, ápolói felügyelettel, és szépen táncolnak, beszélgetnek. Ezen kívül van énekkar, van színjátszókör, vannak különböző vetélkedők, ahol mind tud találkozni, találkozni tudnak a nők, a férfiakat. Itt most az arányról megint csak annyit, hogy ugye a kényszergyógykezetek közül kb. 90% férfi, 10% nő, tehát kb. Ilyen arány van, de a lányok rendkívül aktívak az ilyen közösségi programokban, szívesen vesznek részt akár a hétfői diszkón, de akár a színjátszókörbe, akár különböző sportprogramokba, vagy majális, juniális, vagy pedig hát valamilyen intézeti egyéb megmozdulásban. Tehát a beteg az nagyon sok program között választott naponta is. 3 egyház ugye képviselő járnak be különböző napokon istentiszteletek tartani, van ugye a hétvégi látogatás minden pénteken, és hát van az adaptációs lehetőséget, tehát a beteg, hogy így mondjam, dőzsölhet a programokban. A lényeg az, és itt ez a személyzetnek a felelőssége, feladata, hogy ösztönözze a beteget arra, hogy vegyen részt a programba. Hisz azért, mint egy átlag ember, mindenütt vannak olyan emberek, akik lusták, hát ugye kint a civil életben is. Van, aki nem nagyon szeret mozogni, nem nagyon szeret menni ide-oda, inkább fekszik, nézi a tévét, teszik. Nos, hát a pszichiátriai betegnél ugye ez egy rendkívül nagy veszély, mert azért egy komoly testsúly felesleget szednek fel az itt lévő adat, főleg azért, mert nagyon rendszeres az étkezés, a kiétkezésen ugye egyéb élelmiszert is be tudnak szedni a látogatás során is, tehát ha nem mozognak eleget, akkor bizony elindulhat egy plusz kiló,
Emellett pedig hát a pszichés állapotra ugye az nem hat jól, hogy valaki csak fekszik az ágyban, nézi a plafont, aztán részt vesz azon a nagyon kötelező dolgon, ami az osztályon bele van, és utána sehol nem. Tehát mozgatni kell a beteg, ösztönözni kell őket. Sok esetben, így például az különböző ilyen intézet fenntartás, mint tehát kis takarítás, kis valamilyen anyagoknak ide-oda hordása, ezért úgynevezve terápiás jutalmat is kapnak a betegek, és ez azoknál lényeges, akik például nem rendelkeznek nyugdíjjal, és nincs olyan hozzátartozik esetleg, aki mondjuk hát küldhetne nekik pénzt, és itt az úgynevezett spejznél, hogy ilyen börtönszlenget használnak, hát nem tud kiétkezni, és nem tud cigarettát venni magának, vagy valami édességet, és ezért például ezeknek rendkívül fontos az, hogy megkeresik azt a kis pénzt, amit el tudja kitten vásárolni, amellett pedig hát ez rendkívül hatásos, hogy valaki rendszeresen tud dolgozni. Ez a későbbiek során is nyilvánvaló egy elbocsátásnál ez fontos dolog lehet, hogy az illető rendszeresen részt vett a programokban is, és a munkánkban is. Akkor nyilvánvalóan a kis csoportos, nagy csoportos foglalkozások az osztályokon, amelynél a betegek az ott lévő szakemberek segítségével feldolgoznak akár eseményeket, akár problémákat előhoznak, és azt ottan közösen megbeszélik. Tehát azt mondhatnám, hogy én nyugodtan mondhatom, hogy bármelyik magyarországi pszichiátriai intézettel a programok tekintetében föl tudjuk venni a versenyt, mert azért voltak pszichiátriai intézetek is látogatni, és hát mindenkinek ez ragadt meg, hogy itt milyen sok program van a betegeknek, és itt a személyzet milyen sok időt szán arra, hogy igenis a programok meglegyenek, azok elő legyenek készítve, a betegek részt vegyenek rajta, gyakoroljanak már előtte, készüljenek. Tehát ez mind a gyógyulás érdekében van, és az intézetnek a belső rendje érdekében is, hisz így a beteg le van kötve, készül a programra, elfelejt esetleg téves eszméket vagy dolgokat, amivel akár mondjuk az osztályrendjét is befolyásolhatná, és ez mindenki számára jó. Ehhez még egyszer mondom, egy nagyon profi személyzetnek kell lenni, hogy ezeket a programokat végítsenek. Nagyon sokáig voltak szakmádódó tanfolyamok is az intézetben. Sajnos ezek elmaradtak nem mi miattunk, hanem financiális okok miatt azok a külső cégek nem tudták, nem jöttek olyan pályázatot, de volt itt jó pár olyan tanfolyam, ahol rendes szakmunkás bizonyítványt szereztek a betegeink, és nyilvánvalóan ez még inkább megkönnyítette esetleg majd a kinti életüket, amikor kiüttetek, hogy itt szereztek egy szakmát maguknak. Ezredes úr, miben látja annak a sikerének a kulcsát, hogy az önök intézményében a visszaesés 3-5% közötti, evel szemben a BV intézményekben pedig ugye 40-50%. Az intézet szempontjából mondom, a sikerét abban látom, hogy itt az elbocsátás csak úgy történt, hogy a beteg valamilyen biztos helyre kerül. Vagy a családhoz, aki végig mellette volt, és elfogadta, hogy milyen, és tudomásul vette. Ennek a sikere a másik, az adaptáció szabadság. Egy év, ha eltelt a kényszergyógykezelésből, akkor az intézetnek lehetősége van arra, hogy adaptációs szabadságra bocsájtja a kényszergyógykezeltet. Ennek nyilvánvaló komoly veszélyei vannak, hiszen az intézet dönt arról, hogy elmehet az intézetből és kinélhet a szabad életbe. Természetesen ennek is megvannak a nagyon komoly előkészületei, mégpedig először is az a személy, aki vállalja az adaptációt, mondjuk tegyük fel az apukája vagy a gyereke, hogy ő vállalja a felügyeletet, ott fog vele lakni, vagy eddig is ott lakott vele. Ez az egyik. És alkalmas ez a személy, ezt az intézet nyilvánvaló meg tudja állapítani az ő vele való beszélgetés, meg a látogatások, mennyik alkalmával. Kettő. Környezettanulmányt kérünk az illetékes önkormányzattól. Tehát az milyen a lakás, nem-e alkalmatlan lakhatása, milyenek az ott lévő családok, nem egy italozó életmódot folytatok, nem-e csak valakit beküldtek, aki jobban néz ki. Másik a rendőrség értesítve van ugye erről, hogy ott adaptációs szabadsággal lesz a beteg, és hogy minden összeáll, akkor is a beteg állapota is olyan, akkor egy bizottság, amely az intézet vezetőjéből és szakdolgozóiból áll, plusz egy külső személy, a betegjogi képviselő, amely mi kórház vagyunk, nálunk is van ugye az úgynevezett betegjogi képviselő,
és akkor azok eldöntik, hogy akkor a beteg adaptáció, hogy most egy adaptáció szabadságnak, amely hosszabbítható, sikeres eltöltése nyilvánvaló, az a legjobb példa arra bíró fele, hogy igen, kérem, hát tessék, ő megtartotta a szabályokat, mert ugye nem mehet nyilvános helyre, italboltba, rendszeresen kell neki jelentkezni az intézetben, határt időben, vagy az idegbeteg gondozóba. Nem lehet vele kint probléma, mert ha bármi van, akkor abban a pillanatban ugye visszaszállíthatjuk a rendőrség útján a mentőszolgálattal ide. Tehát ezek a dolgok azok, amit nagyon mérlegelünk, és amikor ez összeáll, ez a kép, akkor azt mondjuk, hogy mi úgy látjuk, javasoljuk azt, hogy igenis, ő kényszergyógyszeres megalkotó bűncselekményt nem valószínű, hogy el fog követni. Egyrészt az állapota, másrészt a körülmények, harmadrészt, mert egy adaptációt jól eltöltött, tehát mind az mind. Ezzel együtt az a pár százalék benne van a pakliba, hogy így fogalmazzak, ami viszont sokkal jobb, mint a börtönviszonyok között, amennyiben határozott ideig marad a kényszergyógykezelés. Úgy, mint egy börtönbüntetés. Na most, hogy egy börtönbüntetésnél az a helyzet, hogy mondjuk valaki kapott teljesen egy 2 vagy 3 évet, egyébként meg hajléktalan számon lakott, vagy itt vagy ott, bekerül, letelik a büntetése, most 6. ha szakad, neki innen akkor el kell menni a büntetés végrehajtásra. Lehet, hogy ugye vannak olyan, lehet, hogy próbálkozunk valamilyen elhelyezés, de hát az nem valószínű, hogy megy, vagy félig. Most kikerül oda, kap mondjuk 500 forintot. Ennyi az esetpénze. Na most egy ilyen embert a munkaerőpiacra visszavezetni rendkívül nehéz, mert általában azért már képzettségén is, általában olyan az egész ember állapot, hogy már nem dolgozik 15 éve. Na most ez az ember, hogy egyáltalán, hogy megéljen. Tehát az, hogy enni tudjon, inni tudjon. Hát valamit kell csinálni. Nos, ha nem veszik föl sehol, esetleg kopogtat ide-oda, amoda, egy idő után kell neki, hát mit fog csinálni, hát kukázik ezt, aztán egy idő után ellop valamit. Tehát én úgy látom azt, hogy egy elítéltnél a börtönbe való kikerülés megelőzően nincs olyan lehetősége a büntetés végrehajtásnak, hogy őt olyan helyre továbbítsa, ahol a társadalomban való beilleszkedés esélye nagy, és a munkaerőpiaci visszavezetés megfelelő. Mert egyszerűen nincs rá lehetősége, nyilvánvalóan itt komoly, hogy mondjam, financiális gondok is vannak az állam részéről, hisz ugye az lenne, hogyha nincs lakása semmi, akkor egyelőre elhelyezzük valamilyen olyan helyen, ahol legalább tud lakni, ahol valami minimális munkát szereznénk, hogy el tudja látni, de hát ugye amikor kint munkanélküliség van, amikor kint lakhatási problémák embereken, akkor nyilvánvaló a társadalomnak erre nem telik se pénze, se ideje. A jogszabály szerint persze a főigazgató, főorvos, ugye joga, sőt kötelessége az, hogy a bírónak jelezze, hogy megszűnik a kényszergyógykezelés, mondjuk mitől június 1-én, de javasolja a polgári életben kötelező intézeti gyógykezelésnek elrendelését. Ezt a bíró is fogja rendelni, mert kiderül, hogy nincs lakása, nem fogja szedni a gyógyszert. Na de kérdezem én, hát egy nyílt osztályról, mert nyílt osztályok vannak. Egy ilyen ember ráadásul, akire lehet, hogy ragadt már előző életében valami kis börtönrutin is, hát akkor fog megszökni onnan, amikor akar, vagy pedig oly mértékben zavarja az osztálynak a munkáját, a többi beteg nyugalmát, akár a lopkodással, kéregetés, ezzel az, és hát azért ott sem lehet az, hogy most bezárjuk a pincébe, és csak enni adunk neki. Tehát nyilvánvaló, hogy abban a helyzetben az osztály is legszívesebben meg fog tőle szabadulni. És akkor megint beklap a körben, nem fogja szedni a gyógyszert, előkerül ismét az a téves eszmény, az olyan betegség, és akkor megint ugyanúgy kényszergyógykezelt lesz, vagy nem, mert hisz azért azt el szeretném mondani, hogy maga, hogyha valaki egyszer volt kényszergyógykezelt, az nem biztos, hogy még egy bűncselekményen is megint kényszergyógykezelt lesz, az adott bűncselekmény, adott szituációt kell figyelembe venni, tehát valakit mondjuk emberölés miatt fölment a bíróság, megszűnik a kényszergyógykezelése, el fog menni és ellop egy üveg italt a közértbe,
attól még nem biztos, hogy őt nem fogják szabálysértés miatt felelősségre vonni, mert mondjuk a szakértő meg fogja állapítani, igenis, a Pista igenis nagyon jól tudta, hogy ott fizetni kellett volna, tisztában volt ennek a cselekményének a helytelenségével, és igenis, tessék, mint tudom én, megbüntetni 20 000 vagy 50 000 forinttal. De van olyan kényszergyógykezeltünk, akinek egyben ítélete is van, tehát tölti a kényszergyógykezelést, de ha megszűnik a kényszergyógykezelés, akkor majd valószínű, hogy elkerül börtönbe, és tölti azt az ítéletét, amit egyébként egy másik ügyből kapott. Tehát ez nem egy mencsvár örök életre a kényszergyógykezelés. Ugyanakkor a visszaesés csak arra tudom visszavezetni, a visszaesés, az intézetnek lehetősége van arra, egyrészt kötelessége is, azt bár tehát nincsen jogunk arra, hogy a beteget figyelemmel kísérjük, amennyiben kikerül az intézetből. Tehát egyrészt a kötelezettségünk is megszűnik, meg a felelősségünk is, de még olyan is, hogy esetleg valami tudományos földolgozást csinálunk, hogy mi történik az ide, és utánkövetési lehetőségünk nincsen. Viszont a visszaesés aránya az egy utánkövetési lehetőség arra, hogy a elbocsátó vélemények az igenis alaposak, és nem azért megy el a beteg, mert letelik a kényszergyógykezelés, és tudjuk, hogy nagyon rossz állapotban, és lehet, hogy holnap valakit mondjuk meg fog ölni, akkor se tudunk mit csinálni, az e-mailből el kell távozni neki, egy mondjuk legfeljebb polgári osztályra. Az e-mail az tényleg maradéktalanul ellátja a feladatát, tehát a és ami egyik a társadalom védelme is, hisz itt a betegek olyan körülmények között vannak, amelyek megfelelnek a jogszabályoknak, nem csak a büntető jogszabályoknak, hanem az egészségügyi jogszabályoknak is megfelelnek. Olyan kezelésben részesülnek, és most nem olyan gyógyszeres kezelést értem, hanem olyan terápiás kezelésben részesülnek, amelyet nagyon sok egyéb civil intézet megirigyelhet. Olyan szakmai gárda van az e-mailben, a ápolóktól kezdve a főigazgatóig, amelyet szintén nagyon sok intézet megirigyelhet, és sajnos ugye a pszichiátria az hiány szakma. Az nem csak nálunk, az nyugaton is hiány szakma. Orvosainknak egy része, hál' Istennek még jó egészségi állapotban van, de 70 és 80 év között van az életkoruk. Nos, ezek a pszichiáterek, vagy belgyógyászok, ezek Én most kijelentem, hogy most is a szakma csúcsát képviselik. Egyrészt hihetetlen tudásanyag van a birtokukban, hihetetlen tapasztalat van a birtokukban, és fizikailag még bírják az itteni munkát. Tehát én azt mondanám, hogy a betegek ellátása nagyon korrekt, nagyon jó, sőt, azt is mondhatnám, hogy voltak olyan hangok is, hogy hú, micsoda dologhoz ezeket az emberek, akik ilyen súlyos bűncselekményt követel, így pátyolgatni. Hát kérem szépen, ezeket az embereket fölmentette a bíróság a bűncselekmény vágya alól, elrendette a kényszergyógykezelését, amit kórházi körülmények között kell végrehajtani. Ettől kezdve itt nem a megtorlás a lényeg, nem az a lényeg, hogy most mi még tovább súlyosbítsuk az ő helyzetet, hanem pontosan az, hogy meggyógyítsuk, vagy pedig olyan szintre hozzuk az ő állapotát, amely alapján ismét a társadalomba visszavezethető. Valamilyen szinten, akár elmeszociális otthoni szinten, akár lakóhely szinten is, hisz azért itt a betegeknek ugye igaz, hogy kis része, de van olyan, aki visszamegy a saját lakásába, és gondok a természetesen mondjuk van, de éli tovább az életét is, olyan szintű javulás következett be az állapotába stabilan, amely és előtte is volt, hisz van itt, aki mondjuk soha az életben semmiféle problémája nem volt, elért a 40 vagy 40 éves kötés, hirtelen, hogy így van becsavarodott, elkövetett egy súlyos bűncselekményt, azért ugye itt volt kezelés, és utána kikerülés, ha még 40 évet ér, soha nem lesz neki ilyen problémája. Tehát ez én úgy gondolom, hogy másik dolog, amit el szoktam mindig mondani, hogy az elmebetegekkel szemben, a pszichiátriai betegekkel szemben mindig is volt félelem a világ, nem csak nálunk a világon. Nagyon
Régen ugye pincékben, láncokon tartották őket, aztán a fejlődés, főleg a Franciaországból kiindulva kezdték az, hogy ezeket betegeknek kell tekinteni, ezeket gyógyítani kell, ezeket terápiás foglalkoztatáson kell, hogy részt vegyenek. Tehát ezek a események jutottak el addig, hogy azt mondjuk, hogy igen, egy pszichiátriai beteg az olyan beteg, mint valaki, ha bekerül mondjuk a gyomorbajával a belgyógyászat. Ugyanakkor még kórházakon belül is azért mindig úgy tekintenek a pszichiátra, aztán, hogy jó, hát ott vannak a bolondok. Ezt a téves eszményt vagy tévhitet általában erősíteni szokták azok a szennyi amerikai filmek, amelyek arról szólnak, hogy az elmebeteg kitör az intézetből, egy kés a szájba, kettő a kezébe, és gyilkolja halomra az embereket. Volt egy kis kutatásom, ő egy felkérésre, nem olyan régen, amelyben az volt a téma, hogy kényszergyógykezelt sorozatgyilkosságot követette el. Hát visszamentünk jó pár évtizedet, nem találtunk erre példát. Most ugye a sorozatgyilkosságot úgy kell érteni, hogy különböző napokon vagy hetek elteltével követel az újabb gyilkosságokat. Egyébként ezt azért kérték tőlem, mert Belgiumban volt egy vendégprofesszor az egyik egyetemen, és az erről tartott előadást, és annak ugyanez volt a tudományos kutatásának az eredménye, hogy a sorozatgyilkos az nem pszichiátriai beteg. Természetesen nyilvánvaló az ember, és én magam sem vagyok kivétel, nem szívesen venném, ha mondjuk olyan ember lakna a szomszédomba, akiről kiderült, hogy volt már kényszergyógykezelt, nagy Isten, mert a másik szomszédot fejbe vágta kapával valamilyen vélt sérelem vagy téves eszme miatt. De én azt mondom, hogy a pszichiátriai betegek sokkal veszélytelenebbek, mint mi normálisnak mondott emberek, és ezt tulajdonképpen társadalmi szinten mindenütt hirdetjük is, és hirdetni kell, hogy igenis ezt a beteg, ez létezik, mindig volt, lesz is, van is és lesz is ilyen betegség, ezzel együtt kell élni ezekkel az emberekkel, úgy kell együtt élni, hogy se a részvétet nem mutassuk irántuk, se a megvetést, meg a félelmet, hanem próbáljuk, mint ember az emberhez közeledni, és akkor ez egyébként adott helyzetben sokkal többet ér, mint bármilyen gyógyszeres kezelés. A műsor támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron. Max Taxi.